Na, sziasztok! Ebben a videóban már megint egy aksi, már megint Kínából, pontosabban hát igazából Németországból, ugyanis a Sanfu már jó ideje németországi raktárból szállít Magyarországra. Ebben a videóban ennek a jó nagy doboznak a tartalmát fogjuk megnézni, ami egy 200 amperórás lítiumvas foszfát aksi, Tartsatok velem ma is! Van már nálam tőlük egy akku, egy fele ekkora, 100 amperórás, ah ugyanilyen lítium-vas-foszfát kémiájú akku, azt a lakókocsiba raktam be a lakókocsinkon van egy nagy napelemtábla, és ö, ö, a, arról származó árammal működtetjük az elektromos berendezéseket, és korábban egy ólomsavasaksit használtunk ott, de azt leváltottuk erre a lítium vasfoszfátra. Hát ott nagyon részletesen elmondom abban a videóban, hogy mik az előnyei a hagyományos olomsavas aksikhoz képest ezeknek. Itt tényleg csak nagyon röviden, hogyha részletesen vagy kíváncsi vagy rá, abban a videóban meg tudod nézni. Itt csak pár mondatban. Ugye ott kezdődik a dolog, hogy ez ugyanolyan teljesítmény mellett fizikai méreteit tekintve kisebb, és fele akkora súlyú, mint egy ólomsavas aksi. Ez durván 20 kg, az a 100 amper órás, tehát felekkora teljesítményű olomsavas munkaalkú, ami a lakókocsinkban volt, az 22 volt, tehát egyszerűen ez több mint fele olyan könnyű azonos teljesítmény mellett. Nyilván ez is fontos, hogyha mobil módon akarod használni, mondjuk lakókocsiba, lakóautóba, vagy szállítani akarod. Ami szerintem ennél is fontosabb előnye az, hogy ez nem csak körülbelül 50%-ig meríthető károsodás nélkül, mint az olomsavasakuk, hanem akár 100%-ig is lemeríthető, de 90%-ig toti, hogy semmi baja nem lesz. Tehát valójában az azonos ő névleges teljesítmény, névleges amperóra mellett valójában ebből, hogy ugyanakkorából több áram vehető ki, és nem csak, hogy több áram vehető ki, hanem az gyorsabban kivehető, gyorsabban meríthető, ez például a 100 amperes BMS-nek köszönhetően, ami a Battery Management System, ami tulajdonképpen kontrollálja a töltéskora benne lévő cellákat, és azoknak a feszültségét figyelembe véve tölti azokat, hogy meghosszabbítsa az akku élettartamát, de ráadásul a merítésnél is ugyanúgy, ugyanígy összehangolja a celláknak a merítését, és az ebből lévő 100 amperes BMS lehetővé teszi, hogy a, gyakorlatilag ez a 12 voltos névleges feszültségű akku, hogyha 100 amperrel van merítve, akkor durván olyan 1250 watt teljesítményt, wattóra teljesítményt tud leadni. Tehát ez azt jelenti, hogy 1250 wattos fogyasztót rá lehet kötni összesen, és azt egyszerre lehet üzemeltetni. Az olomsavasakoknál ilyen gyors merítés általában nem lehetséges, tehát ez ilyen szempontból is előnyös, de szerintem amúgy a legfőbb előnye ezeknek a hagyományos ólomakkumulátorokhoz képest, hogy sokkal nagyobb az élettartamuk, tehát még mondjuk egy ólomakkunál egy 5-600 szor 5600 merítési és töltési ciklus után már nagyon valószínű, hogy számítani lehet teljesítménycsökkenésre, addig ezeknél több ezer töltési ciklus után sem kell erre számítani, és akár tízezer ciklus az, amíg az élettartama kitart, tehát sokkal-sokkal nagyobb az élettartama. Már hogyha csak ez az egy előnye lenne, akkor is megérné kétszer annyi pénzért megvenni, ezek durván mondjuk kétszer annyiba kerülnek azonos teljesítmény mellett, mint egy ólom de ha csak ez az egy előnye lenne, hogy 5-6-szor vagy akár 10-szer akkora az élettartama, már emiatt is megérni, és akkor ott van még a többi előny, amit az előbb felsoroltam. Na mindegy, ebbe még ilyen részletesen sem akartam belemenni, mondom, korábbi videóban ezt részletesebben kifejtem, ott azt is elmondom, hogy miért jó, hogy ezekben beépített battery management system van. Most ebbe se akarok belemenni, abban viszont igen, hogy a korábbi ilyen akú bemutató videóimnál több hozzászólásban írtátok, hogy jó, jó, hát az egy dolog, hogy mi van ráírva, hogy mennyi neki az elméleti teljesítménye, de hát ezt ki is kéne próbálni, hogy tényleg tudja, hogy elhihetjük-e a gyártónak, amit ráír. Na hát most vettem egy ilyen fogyasztásmérő kütyűt, ez most is meg egyébként a jövőben a hasonló videóknál jó lehet. Ezen keresztül meg a, egy inverteren keresztül rá fogok kötni fogyasztókat, elkezdjük használni, és akkor a végén ezt ki fogja írni, hogy a teljes lemerültségig pontosan mennyi áramot tudtunk kivenni belőle, és akkor látni fogjuk, hogy ami rá van írva, azt tényleg tudja. -e. Na, rátettem ezt a Zelly invertert, ez egyébként 3000 wattot tud, úgyhogy bőven elégséges lesz ennek az akkónak a teszteléséhez. Ide az inverternek az egyik kimenetébe beledugjuk ezt az elosztót, ide az elosztóba beledugjuk ezt a fogyasztásmérőt, és ide a fogyasztásmérőbe pedig Bele dugjuk ezt a pillanat, ezt a kis olajradiátort, mert ez egy olyan, aminek az egyes állásban körülbelül olyan 800 watt a fogyasztása, és akkor ezzel meg tudjuk terhelni úgy az akut, hogy nem is terheljük túl, de azért viszonylag belátható időn belül le tudjuk tesztelni hogy tudja a ráírt értéket. Na nézzük. Inverter bekapcs. Itt van. Itt van ennek a kijelzője. És akkor, hogyha elindultítom a az olajradiátort, akkor egyből itt mutatja is, elkezdett fogyasztani, 867,6 wattot Fogyaszt ebben a pillanatban, úgyhogy beletelik néhány órába, amíg lemerítjük ezt az aksit, hiszen ez összesen ide rá is van írva. A gyártó szerint 2560 vattórányi áramot tartalmaz, úgyhogy most várunk, és a végén a, itt az inverteren látszani fog majd, hogy hogy mikor mutatja azt, hogy már teljesen le van merülve az aksi, meg nyilván akkor le is fog kapcsolni az inverter, akkor le fogjuk tudni olvasni az összes fogyasztást, ugyanis itt át lehet kapcsolni órára is, tehát összesen mutatni fogja azt is, hogy mennyi volt az eltelt időben. Most a te lenulláztam, mielőtt elkezdtük ezt a mérést, mutatni fogja, hogy összesen mennyi volt a rajta keresztül áramlott teljesítmény, tehát meglátjuk, hogy az aksi tényleg tudja azt, ami rá van írva. és itt az is látható, ez az inverternek a kijelzője, hogy itt látod, hogy pillanatnyilag 860 wattos fogyasztást mutat, és ehhez képest itt van a, a kis fogyasztás mérünk, az pedig 857,3-at, tehát igazság szerint meglehetősen pontosan ugyanazt mutatják, úgyhogy vagy mind a kettő elég pontos, vagy mind a kettő nagyon szar, én inkább azt hiszem, hogy ezek szerint mind a kettő elég pontosan a valóságot mutatja. amíg meg várunk, addig még annyit egyébként közben már így érződik, hogy jól felmelegedett a radiátor, így legalább nem veszik kárba az energia, mert fűtjük vele a házat, szóval amíg még várunk, addig megmutatom, hogy például még mi volt az aksihoz, hát például nem sok minden, mert ez a két kis zacskó, az egyikbe egy ilyen réz kábelsarú, van, azt írja, hogy 200 amperig alkalmas, tehát hogyha nem akarsz készen venni ilyen kábelt, amivel az inverterre rá tudod kötni az aksit, akkor magad is készíthetsz, adnak hozzá két ilyen sarut. Ezt egyébként ilyen vastag hegesztőkábelből érdemes csinálni, aki nem akar készen venni, mert ugye itt nagyon nagy áramerősségek vannak, mivel alacsony a feszültség, viszont ugye 1250 wattnyi teljesítmény tud máskelni a kábelen, hogyha egyébként ez 200 amperes BMS-sel lenne szerelve ez az akku, van olyan is a, sz a szanfú kínálatában, ami ugyanez a 200 amper órás, de 200 amperes BMS, az kétszer ilyen sebességgel lehet meríteni, tehát 200 amperrel, az egy óra alatt le tudja adni a teljes teljesítményét, az azt jelenti, hogy a 2000 650 watt wattórát egy óra, tehát 2560 wattot tud egyszerre átküldeni az inverter felé, ami 200 amper 12 volton, ami nagyon durva áramerősség, tehát ehhez már nagyon brutális keresztmetszetű kábelek kellenek. Itt is látod, hogy színenként nem egy, hanem kettő van a pirosból, és kettő van a feketéből is. Tehát itt már ilyen 54 négyzetmilliméter keresztmetszetű részkelberről beszélünk ahhoz, hogy nem elegedjem. Úgyhogy, hogyha nem akarsz készen venni ilyen kábelt, ezt egyébként ehhez az inverterhez adták gyárilag, amúgy jó drágák az ilyen kábelek, ilyen 10-15 ezer forintnál indul az ilyen 200 ampert átvinni tudó ilyen összekötő kábel pár 50 centi hosszúságban. Akkor vehetsz hegesztőkábelt, ami szintén tudja a 200 ampert, és akkor ezzel elkészítheted magadnak, meg van még hozzá gyárilag két ilyen, egy piros, meg egy fekete ilyen kis gumi védő pipa, amit így rá lehet tenni a kábelnek a sarujához a végére, hogy szigetelve legyen az ilyen véletlen összeérintések ellen a két pólus, mert azért ez a 200 amper, ez már nagyon nem játék, ezzel már hegeszteni lehet, tehát hogyha itt véletlenül egy csavarhúzóval vagy bármivel összeérinted, ott azért elég brutál tűzijáték tud lenni, úgyhogy ezt is érdemes lehet használni. Az adataiba meg most nem akarok részletesen belemenni, azt meg tudjátok nézni a Sanfo honlapján, berakom a linket. Ott ezt az akut is, a korábban bemutatott 100 amperórás akut is meg tudjátok nézni, ennek a 200 amperes BMS-sel szerelt változatát is meg tudjátok nézni. Vannak náluk napelemek, napelemes töltésvezérlők, a, ezekhez az akukhoz való töltők is, azt is kérdeztétek többen, hogy mivel töltöm én az ilyeneket, hát már is megmutatom. Hát ezt is most konkrétan ezzel a direkt lítium vas aksikhoz való töltővel töltöttem fel. Ez is, a, ez is a szanfutól származik. Ez egy olyan töltő, mert hogy miért érdemes direkt ilyen akkuhoz való töltőt használni. Hát egyébként fel lehet tölteni ezeket normál autóakkuhoz való 12 voltot tudó töltőkkel is, de ezekkel a direkt hozzávalóval jobban fel lehet, mert ezek a litium vasfoszfát aksiknak a maximális töltőfeszültsége egy kicsit magasabb, ezek olyan 14,5 voltal is tölthetők, még az ólomakukat általában olyan és lel szokták nyomni a töltők, tehát ennek a maximális teljesítményét úgy tudod belenyomni, hogyha egy olyan töltőt használsz hozzá, ami ezt a kicsit egy voltal magasabb feszültséget tudja. Másrészt ezeket viszonylag nagy töltőárammal tölthető, lehet tölteni. Ez a, az aksi is azt hiszem maximálisan 100 amperes töltőáramot tud elviselni, de egy olyan 20 és 40 amper közötti neki az ideális. Általában az autókhoz való töltők ennél alacsonyabb maximum 10-20 amperes töltőáramot szoktak tudni, hogy egyszerűen gyorsabban fel tudod nyomni, hogyha van egy ilyen nagyobb teljesítmény hozzávaló töltőd, meg ahogy mondtam, a kicsit nagyobb töltőfeszültség miatt ezekkel lehet úgymond igazán teletölteni az ilyen aksikat. Ez a töltő is szanfú, ez is kapható náluk a shopjukban. Na 2 óra és 58 perc elteltével kezdett el csipogni az inverter, és kiírta ki azt, hogy volt. Tehát túl alacsony a feszültség, 10,9 voltot mutat most. Ezek szerint ez az inverter, le is kapcsolom, hogy ne csipogjon itt nekünk. Ezek szerint ez az inverter úgy van beállítva, hogy 10,9 volt alá, nem erítse az aksit, hogy ne tegye tönkre. Elképzelhető, hogy ha nem ezzel az inverterrel merítenénk, akkor még ki lehetett volna valamennyi áramot venni az aksiból. Egyébként most így azt mutatja ez a mérő, hogy 2450 wattóra áramot sikerült kivennünk belőle tehát az aksira pedig az van írva, hogy 2560 wattóra van benne. Az, amit a készülék mutat, az kevesebb, de egyrészt azt is figyelembe kell venni, amit az előbb mondtam, hogy elképzelhető, hogy még lehetne belőle kivenni, hogyha az inverter nem mondaná azt, hogy ő tovább nem hajlandó meríteni. Másrészt meg azt is figyelembe kell venni, hogy azért ezeknek az invertereknek ez egy nagy tartósan 3000 wattot tudó inverter, ezeknek átalakítási vesztesége is van, általában egy olyan 5%-kal nyugodtan lehet számolni, ami azt jelenti, hogy ez az inverter termelt, ugye, vagy hát a hő, hő érezni is, hogy langyos hő veszteségként a levegőbe sugárzott körülbelül 5%-nyi áramot. Hogyha kiszámoljuk, hogy ehhez a 2450 watt mennyit kell adni, hogy 2560 legyen, akkor pont körülbelül ez az 5% az, ami hiányzik. Tehát igazából már ezen a mérésen is ki tudtuk venni valójában az aksiból a ráírt teljesítményt, csak annak 5%-át az inverter hőformájába veszteségként elküldte a levegőbe. Ráadásul ez az axi most volt először feltöltve, elképzelhető, hogy néhány ciklus múlva még ennél is több lesz egy kicsivel a teljesítménye. Ettől függetlenül az látható, hogy tulajdonképpen kijött belőle, amennyire van írva. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem átment a teszten. A fizikai minőségéről meg annyit, hogy teljesen rendben van, jó minőségű a háza, nem nyeklik, nem nyaklik, erős műanyag a burkolata. Itt ilyen kihúzható cipelő füle is van. Gyakorlatilag egyébként pont ugyanolyan, így a felépítését tekintve, mint a múltkor tesztelt ugyanekkora méretű Elitai Maxi, Teljesen ugyanaz a doboza is, meg a háza is. Ahogy mondtam, az adatait meg tudjátok nézni a linken, amit berakok a videó leírásába. Nem tudom, hogy még mi a fenét mondhatnék róla. Így kézbevéve jó minőségű, áram van benne amennyi kell. Az ára meg meglehetősen kedvező azokhoz képest, amiket egyébként magyar webshopba ugyanilyen nagy méretűeket lehet kapni. Úgyhogy ennyi. Vegyetek, ha kell. Sziasztok!